A műsorszám támogatója az új Audi A4. A riói sikereket a Magyar Olimpiai Csapat platina fokozatú szponzora a Telekom támogatja. Telekom. Együtt. Veled. Két nap és fellobban a láng a 15. nyári paralimpiai játékon. Azért ez már nem olyan sok idő, ám sportolóink még mindig szerezhetnek kvótákat. Jó napot kívánok! Ma is érdemes lesz velünk tartani, már is mutatom, kiket hoztunk el önöknek. Szabó Nikolett a kolorádói világbajnokságon nem csak az aranyérmet nyerte meg, hanem a riói kvótát is, ahol a cél a győzelem. Kézdi Réka álma az volt, hogy Egerszegi Krisztinával versenyt ússzon. Ez nem, de a paralimpiai döntő megadatott neki. Brazíliában is erre készül. Az alig 4 éve versenyző Tunkel Nándor szeptemberig 10 kilót szeretne fejlődni, ami akár a dobogóra is elég lehet. És betekintünk a gyógytornászok életébe, akiknek munkája elengedhetetlen a parasportolók életében is. A 4. paralimpiájára készülő Szabó Nikolett eddig 2 bronzzal és egy 5. helyezéssel büszkélkedhet. Rutinos dzsúdósunk az összes sportágat tekintve Magyarországról másodikként kvalifikálta magát a riói paralimpiai játékokra. Ez számomra is meglepetés volt, mert kimentünk, ugye Colorado-ban volt a világbajnokság 2014. szeptemberében, és igazából ott döntötték el, hogy aki nyeri a világbajnokságot, az automatikusan kvótát szerez Rióra, és én felálltam a dobogóra, és Bíró Norbert, az elnökünk, ő adta át az érmet, és amikor beakasztott a nyakammal, akkor mondta, hogy tudom-e, hogy ez egy riói kvótát is ért. Ez hab volt a tortán, akkor ott hirtelen nyilván örültem a világbajnoki címnek, aztán utána ez így a felkészülés alatt volt igazából egy ilyen plusz dolog, hogy teljesen nyugodtabban tud az ember készülni, és úgy, hogy nincsen rajta az a plusz nyomás, hogy a kvótát még meg kell szerezni. Nekem ez egy született szembetegségem, ami igazából folyamatosan romlott. Tehát az egyik szemem az nagyon gyorsan elromlott, a másik az úgy viszonylag folyamatosabban romlik utána, mert ez ilyen mindig mind a két szemen lévő szembetegség, ami nekem van. Én 8. koromban kezdtem el dzsúdózni, ott volt az iskolában kötelező tantárgya dzsúdó. Onnan mondták, hogy próbálkozzak egyesületben, mert hogy úgy látják, hogy tehetségem van. Igazából ott a testnevelő tanárok tartották a dzsúdót. Ők ajánlották ezt a lehetőséget, és akkor elkezdtem akkor az épek között dzsúdozni. Ugye romlott nagyon a szemem, akkor onnan eltiltottak, és akkor volt egy ilyen 4 éves kihagyás, de az épek között már Keser József volt az edzőm a végén, és igazából ő keresett meg 2002-ben, hogy próbáljuk meg, hogy tudom-e klasszifikáltatni magamat a parasportba, tehát van-e annyira rossz a szemem, ugye, hogy a parasportba be tudnak klasszifikálni. És elmentünk a személyzetre, és sajnos szerencsére belefértem a kategóriába, és akkor így kezdtem el 2002 év végén a parasportban újra dzsúdozni. Amikor még az épek között versenyzett, akkor is hazai szinten is, és nemzetközi versenyeken is kiválóan szerepel, tehát nem volt ismeretlen számára a nemzetközi mező. Az egy sajnálatos dolog volt, hogy neki a szeme romlása olyan gyorsaságú volt, és olyan mélységű, hogy nem kapta meg az orvosi engedélyt tovább az épek között, de hát azért ő ott megszerezte az alapokat. 4 éves egy felkészülés, nyilván minden 4 év már egyre nehezebb, mert nyilván használódik az embernek a teste is, és minden egyéb. A judo pedig egy fizikai sport, kimondottan fizikai sport, úgyhogy nyilván öregszünk, és nem feltétlenül bírjuk ugyanúgy a dolgokat. Nyilván ilyenkor már azért a rutin meg a hátrahagyott évek azért sokat számítanak, ugye, mert az azért pluszban hozzáadható a dologhoz, de azért minden kell együtt. A judóban 3 kategória van, a látássérülteknél a B1, B2, B3. A B1-esek a teljesen vakok, a B3-osok pedig a látássérültek között a legjobban látók. Nem vagyunk külön szedve versenyen, együtt versenyzünk. Annyi a különbség, hogy
egy B1-es, hogyha egy B3-ast megver, akkor több pontot kap érte, mint mondjuk egy fordított esetben. Ha aranyat nyernék, valószínűleg biztos, hogy befejezem. De igazából minden paralimpia után ugye az volt, hogy befejezem, és még mindig húzódott, úgyhogy majd mikor tényleg visszavonultam, akkor majd azt mondhatjuk, hogy befejeztem. A történet az nagyon egyszerű, hogy miért reális ez az esély, az azért, mert hát ez lesz már a negyedik paralimpiája, és minden paralimpián mind a hárman éremmel küzdött, kétszer megnyerte az érmet, egyszer pedig ötödik lett, és hát ez mellett nyert három világbajnokságot. Tehát olyan eredménylista van mögötte, hogy és most már korban, tapasztalatban is megérett arra, hogy egy paralimpiai aranyérmet szerezhessen. Most azt mondom, hogy nagyon szerencsés helyzetben vagyok, mert hogy a spanyol lány például, aki nyerte mind a három paralimpiát, ő most ki sem jutott, aki nekem nagyon kellemetlen ellenfél volt. Ugye volt egy ukrán lány, viszont őt kizárták, mert jó volt a szeme, tehát ugye az orvosi vizsgálaton. Úgyhogy igazából most úgy gondolom, hogy minden nagyon kerek ahhoz, hogy tényleg sikerülhessen. A világbajnoki bronzérmes Kézdi Réka nem csak az úszás, de a vitorlázás szerelmese is. Fejébe vette, hogy egy nap körbe hajózza a földet, ám előtte még Rióban a medencében szeretne bizonyítani. Amikor elkezdtem magasabb szinten versenyezni, kikerültem egy nemzetközi bajnokságra, és ott mindent úsztam, mindenfélét úsztam, hogy kiderüljön, hogy melyik megy a legjobban, és aztán kiderült, hogy én jó lennék a vegyes váltóban pillangót úszni, mert egész jó időeredményt hoztam ahhoz képest, és akkor ez aztán is specialitás lett. Fogalmam sincs, hogy jól úszol pillangót. Azt tudom, hogy nagyon-nagyon sokat edzünk, készülünk. Technikailag is folyamatosan javítgatjuk a technikát, hogy mondjuk a kezemnek a dőlés szögét, hogyha hajlamos vagyok például kevésbé erős lábat tenni, hogyha fáradok, ugye akkor nem olyan erős a lábtempó. Én például hajlamos vagyok lehajtani a fejemet, ilyenkor ugye beleakadok a vízbe, ezt az edzőm mindig kintről a partról figyeli, nézi és javítja a technikát. Én nagyon figyelek arra külön, hogy a jobb oldalamat is edzem kondiban, mert hogy ugye az úszásnál nem használom. És ez azt eredményezné, hogy a bal oldalom nagyon túl erősödne a jobbhoz képest, úgyhogy a kondi edzésekben igenis ugyanazokat a súlyokat, külön gyakorlatokat a kislábra, a kiskézre muszáj csinálni, mert különben akkor ez a vállam gyakorlatilag eltűnne. Tehát igenis, amit csak lehet és amit meg tudok csinálni kiskézzel, azt igyekszem hozzátenni. Réka nagy szerelme nem csak az úszás, hanem a vitorlázás is. A vitorlázás az valami hihetetlen szabadságot ad, tehát hogy mindenféle motor és természetellenes dolgok nélkül megindul a hajó, és ezt én irányítom is, és együtt tudom dolgozni ott a természeti erőkkel, az egy jó érzés. Ez onnan jött, hogy én gyerekkoromban, amikor általános iskolás voltam, volt egy osztálytársam, akinek az édesapja vitorlázott, és az ő mozgássérült fiát is meg akarta tanítani, és ebből az lett, hogy létrehozott egy vitorlástábort, és oda sérült gyerekeket is hozott. Kiderült, hogy elbírok a hajóval, hova tovább működtetni is tudom, hogy el tudok jutni A-ból B-be vele, és akkor ebből versenyszerűség lett, aztán összeismerkedtem olyan emberekkel, akik tengeren is vitorláznak, és az egyik ilyen fiatalember hívott meg, hogy amennyiben én ezt tudom vállalni, akkor menjünk együtt vitorlázni. A terv az volt, hogy 160 nap alatt légrádi márkkal megkerüli a földet.
ám három számban is teljesítette a paralimpiai A-szintet, így bekerült a londoni úszócsapatba. Amikor én kicsi voltam és néztem az úszást, és én az egerszegi Krisztinát láttam anna, és én megkérdeztem a szüleimtől, hogy úszhatok egyszer vele versenyt. És mondták, hogy hát figyelj, ez nem biztos, hogy így lesz, de van olyan verseny, ahol te is elindulhatsz. És akkor én mondtam, hogy jó, hát akkor én egy olyat szeretnék, egy olyan kommentárt hallgatni a saját úszásomról, mint ami a Krisztinának volt. Ez az álom, azt gondolom, hogy teljesült, nem? Igen. Hát én visszanéztem Londont, és ott volt. És ez jó érzés. Milyen egy olimpiai döntőben úszni? Ijesztő. Először is. Hatalmas élmény, hogy ennyien vannak. És érdekes, nekem a 200 gyors döntője volt az, ami inkább megragadott. Mert hogy ott én 8-ként kerültem be, és azt senki nem várta tőlem, az egy ilyen nagyon idézőjelben véletlen volt. Én ott viszonylag lassú vagyok, és én hallottam bent a vízben, ahogy elkezdtek engem a végén hajtani. Tehát azért az jó érzés, amikor ennyi ember hajtja az szegény utolsót, aki tényleg már az utolsókat rúgja, de már mindenki belefagyott a vízben, mindenki 300 méterrel előbb beért, mint én, és akkor elkezdett morajlani a víz, és én nem tudtam, hogy mi ez. És valahol az utolsó 15 méteren esett le, hogy hajt a tömeg. Tehát ott az utolsót ugye mindig betapsolják a célba, és éreztem, hogy jó, hát ciki, én jövök be utoljára, de akkor is az jó érzés. Azóta számtalan sikert tudhat magáénak. Ráadásul a 100 méteres pillangóúszás világcsúcsa is az ő nevéhez fűződik. Ám ezzel ma már nem foglalkozik. Csak is a riói paralimpia lebeg a szeme előtt. Edzés hátán van, és ez azért ad egy monotóniát a heteknek. Tehát majdnem minden hét ugyanúgy néz ki. Hétfő reggel edzés, hétfő délután edzés, másnap reggel edzés, másnap délután edzés, hétvégén egy kis alvás, és a következő hét kezdődik előről. Mi a cél Rióban? Valószínűleg az, hogy egyéni csúcsokat ússzak, ez nagyon fontos, és hogy ez mire lesz elég, ezt majd meglátjuk ki. Hallod ezt a kommentátor hangot már Rióban? Még nem, de majd szeretném. Tunkel Nándor csupán 126 cm magas, ám 150 kilónál is többet tud kinyomni. Ráadásul 4 éve űzi még csak ezt a sportágot. Jelenleg élete első paralimpiájára készül a zalaigricei kisember. A sportolói pályafutásom úgy kezdett, hogy általános iskolába, hogy amikor bekerültem, ugye nekiálltunk ugye hobbi szinten focizni, ugye bekerültem az általános iskola válogatott csapatba, abban is a B-ben, mert ugye kisebb voltam, rövidebb a lábam, és nem tudtam is szaladni. Ezt 6-ig csináltam, akkor utána testnevelésből felmentettek, mert volt egy fülműtétem, és utána abba kellett hagyni szóval a futballt. Utána jött a középiskola, és utána jött pedig ugye az erőemelés 23 évesen, de viszont az csak hobbi szinten indult. Már 1-2 hónap után ugye hamar gyorsan jött a fejlődés, és akkor már néztem edzéstervet, a interneten utána néztem, pontosítottam, edzésépítést, és 2-3 hónap után már tudatosan edzettem. Nagyon gyorsan jöttek a sikerek, és nagyon szép sikerek. Igen. Fél év után lettem országos magyar bajnok. Téged is meglepett? Engem inkább az lepett meg, hogy nagyon gyorsan fejlődöm, nagyon gyorsan jön az erő. Pikpakkel értem, 60 kilóval kezdtem, az volt a legelső, amikor kinyomtam az első súly, amikor életemben akkor fogtam először súlyt, és utána pikpak jött a 100 kiló, 110, 115, nagyon gyorsan jött a fejlődés. 60-nál indultunk, és most hol tartunk? Most 155. Mennyi idő alatt? 4 év. A tavalyi év az nehéz volt, akkor sokat álltam egy helybe a nyáron, és akkor az ősz szezonban elkezdtem készülni az Európa bajnokságra, amit volt Magyarországon, akkor 15 kilót fejlődtem 2 hónap alatt. A 126 cm-en milyen a világ? Hát más. Azt mondom, hogy kamaszkorig nehéz volt, utána már könnyű volt. Akkor már ilyen 115-110 körül voltam, még pár centit ugye az orvosok tudtak segíteni, hogy nőjek, és onnantól már tudtam, hogy itt a vége, és úgyhogy ez az állapotom. Elfogadtam, és ebből élek azóta is.
Általában mindenki azt mondja, hogy az alacsonyabb emberek ugye jó erő emberek, mert rövid a kar, ugye tömöttebb az izom, nem hosszú a kar, nehéz építeni. De egy rövid karra könnyebb építeni az izomzatot. Ja, szerintem adottság kell hozzá, hogy valaki jó erőemelő legyen. De azt mondom, aki nem tehetséges, nincs adottsága, abból is lehet jó erőemelő, csak több munka kell hozzá. Hogyan lehet összeegyeztetni, hogy az edződ jó pár száz kilométerre él tőled? Hiszen nem találkoztok minden nap. Minden nap nem, mert ugye Zalaegerszeg és Tatabánya között azért nagyon nagy a távolság, 200 pár kilométer, és ugye azért nehéz összehozni, mert ugye most már azért utolsó hónapokban vagyunk, többet kell nagy súlyon lenni. Fejlődéshez kell a nagy súlyos edzés, és egyedül azért nehéz. Általában azért szoktam szólni unokatestvérnek vagy havernak, hogy rájön, hogy jöjjön át segítsen, álljon mögöttem, hogy nehogy baleset legyen, vagy valami például nem olyan a forma nem megy ki, akkor segítsen levenni, mert több ismétlést tudja becsinálni, akkor mégis magabiztosan az ember, hogyha valaki áll mögötted. Az edzővel úgy hozzuk össze, hogy általában mindig összebeszélünk és felutazok, akkor Pestre és Pesten kellett edzés. A világ elitben nehéz volt bekerülni? Hát kicsit. Mondjuk úgy, mert amikor először nyomtam, akkor nyomtam 130-at, akkor voltam 10. azzal, utána lecsúsztam 12-re, és onnan jöttünk fel 8, utána 7 és 6, most a 6. Bekerülni nehezebb vagy ott ragadni? Inkább ott maradni azon a szinten, mert ugye mindenki erősödik, fontosan erősödnek, és utána őket kell figyelni végül is. Hogyan épül föl maga egy versenytaktika? A versenytaktikát azt előtte mindig van egy nagy keret edzésünk, utolsó verseny előtt, az körülbelül egy hét, akkor felmérjük 100%-osan mi a forma, mit tudok, és akkor arra még egy-két kiló esetleg jó esetben rájött, mert volt, hogy túl elesettem az utolsó edzést is versenyen például, általában a szakágvezető és az edző. Ők írják a taktikát, én akkor versenyen foglalkozok semmivel, csak kimegyek és kinyomom. Mikor jutott neked egyébként először eszedbe az, hogy jó lenne egy paralimpiára kijutni? Először, amikor az edzőmben Szabó Hozó Jánossal találkoztam, ő világosított fel, hogy ugye ebben van olimpiai szám is, ugye nem tudtam benne, csak amatőrként indultam, csak úgy hobbi szinten mondom, és akkor nekiálltam edzeni, találkoztunk, és akkor nyomtam 115-öt, és akkor mondtam, hogy ezzel olimpiára lehetne menni. És akkor abban az eredményem mellettem volna, azt hiszem 8. Honnantól kezdve csak jó volt a cél. Idén február elején a világranglista 7. helyén állt. A Kuala Lumpuri világkupán kinyomott 151 kg-os teljesítménye nem csak ezüstérmet, hanem egy világranglista 6. helyet is hozott. Ezzel automatikusan kvalifikált a paralimpiára. Utolsó pár hónapban vissza, csak edzek, ebben foglalkozom, fontosan erre koncentrálok, csak nézem az ellenfeleket, még mennyit fejlődni, még hova lehetne izmot építeni, hogyan lehetne erősíteni. Edzéstel, módosítás, sok minden van. Most ugye 155 kiló maga az egyéni csúcsod. Ezt hova lehet még följebb vinni? Hát azt nem tudjuk, hogy mi a határ, mert ugye mi a határainkat nem értük el, mert 4 éve vagyok a sportban, most jelenleg 28 éves vagyok, én azt mondom, a határaimat a 35-36, esetleg 40 évesen élem el majd, akkor mondják, addig jó egy erőemelő, meg akkor a legerősebb 30 éves koraiban, szóval nem tudjuk. Most Rióra van cél, még szeretnék egy 5-10 kilót fejlődni erre, és azt mondják, hogy nem lehetetlen. Az hanyadik helyre lesz elég? 4, 5, 6, nem tudjuk. Nem tudjuk a többi ellenfelet, hogy hogyan fejlődik. Ez ellenfelektől is függ, versenytől is függ, milyen forma, esetleg lesz-e sérülés, nem lesz-e sérülés, hogy sikerül a felkészülés, sok minden múlik. Mire mondanád azt, hogy elégedett lennél? Hát a legelégedettebb dobogó lennék, de azt tudom, hogy még azért nehéz, de 4, 5, 6, abban már elégedett a szerint. Mozgásszervi panaszok esetében a gyógytornát tartják a leghatékonyabb kezelési módnak. A sportolóknál azonban nem csak a rehabilitációt szolgálja. Ahogy mind többen ismerik fel a gyógytorna és a sport összefonódásának jelentőségét, úgy válik a felkészülés részévé a parasportolók esetében is. A 2000-es évektől, ahogy kezdett gombamot szaporodni a különböző akadémia, futball, kézilabda, stb. Azok elterjedésével lett így ilyen összefonódás a gyógytorna és a sport és sport között. Ezáltal ott ismerték föl tulajdonképpen, hogy a gyógytornának, mint prevenciónak nagy jelentősége és fontossága van. Az egyetlen egy a gyógytorna, ami izmot erősít. Tehát amikor beszélünk fizioterápiáról, mit szeret a magyar ember,
egy csodakék tablettát, amit bevesz, és attól elmúlik minden panasz a hirtelen, és a masszást. Ugye ez a kettő, amit szeretsz. Mindig el szoktam mondani, amikor rehabilitációról van szó, nem tudok ilyet adni. A rehabilitáció mindig keserves, a rehabilitáció mindig hosszú, de sikeres. Ha sportoló, akár szabadidő sportoló, akár versenyi sportolóról beszélünk, ugye preventíve is nagy szükség van arra, hogy mindig odafigyeljünk a törzsekre, tehát egy végtag problémával állunk szemben, egy végtag sérüléssel, vagy volt problémával, akkor is a törzsizomzatra, az egyensúlyra, szimmetriára oda kell figyelni, és ugye preventíven a sportolóknál meg főleg nagy szükség van arra, hogy ne következzenek be sérülések, és ugye erre odafigyeljenek. Amikor például mi gyógyítunk valakit egy sérülés esetén, nagyon nem mindegy, hogy hova juttatjuk vissza. Mi az a szint, ahova visszajuttatjuk. És az sem mindegy, hogy mennyi idő alatt juttatjuk vissza. Ha a rehabilitációról beszélünk, akkor a sportolók esetében van egy nagyon lényeges tényező, ez az időfaktor. Alapvetően mit szeretne a versenyző? Az edzővel együtt hónapra gyógyulást. Mi azonban azt mondjuk, hogy vannak protokollok, amiket be kell tartani. Egyéni tornában tesszük ezt, tehát egyénileg odafigyelve a különböző igényekre, tehát például egy paralimpikonról van szó, akkor az ő speciális igényeire is odafigyeljünk. Jó nagy tér van ennek a lehetőségnek a kiegnázására, hogy különböző terheléseket tudjunk adni a különböző sportágakban legsérült sportolóknak. Egy kajakkenusnál a törzsizomzat stabilizálására, illetve a végtag felső végtag elsősorban, és az alsó végtag ott egy picit másodlagosabb szerepet játszik, vagy éppen fordítva, hogy például ott abban vannak hiányosságok, és azért mondjuk egy kenus esetében azért nem tudja a törzsstabilizációt, a helyes mozdulatokat végrehajtani, akkor arra fektetünk hangsúlyt. Tehát ezt nem is igazán a sportágtól függ, hanem igazából az egyéntől, hogy mi az, amit mi látunk így gyógytornás szemmel, hogy mi az, amit ki kell egészítsünk, nála meg kell erősíteni, mert abban vannak hiányosságok. Nekem tavaly volt egy nagyon-nagyon csúnya gerincsérülésem, úgy kezdett el velem a Judit dolgozni, és igazából azt gondolom, hogy nélküle most nem beszélhetnénk arról, hogy én Rióba kijutok. Nyilván nagyon sokan és nagyon sokat dolgoztunk ezért. Azóta viszont rá kellett jönnöm, hogy ahhoz, hogy a paralimpiai felkészüléssel járó extra terhelést bírjam, ahhoz nyilván extra fizikai felkészítés is szükséges. Már egy hosszú ideje dolgozunk együtt Zsófival, gyakorlatilag ugye neki egy ilyen derék problémával indult az egész, és ezt kellett így leküzdenünk törzs izomzat erősítéssel, az izomfűző tartó funkciójának a megerősítésével, illetve edzésével. Úgyhogy amint ez úgy megoldódott és szépen helyreállt, onnantól kezdve gyakorlatilag egy ilyen preventív foglalkozásképpen további funkciókat, további lehetőségeket aknáztunk ki. Hál' Istennek úgy tűnik, hogy most már panasz és tünetmentes vagyok, de hogy nyilván ahhoz, hogy ezt a fajta terhelést bírjam, ami egy ilyen felkészüléshez kell, főleg úgy, hogy tavalyi év során nyilván legyengültem jelentősen, igazából szükséges ez a torna, és azt gondolom, hogy nagyon sokat köszönhetek ennek. Ennek egyik ékes bizonyítéka, hogy pont tegnap kérdeztem meg az edzőm, hogy mi van, te gyúlsz lábra. Szóval azt gondolom, hogy érezhetően gyorsabb lettem, meg erősebb a lábam, és így a vázizomzat is nagyon sokat segít abban, hogy eredményesebb legyek a pingpongasztalnál is. Azáltal, hogy mondjuk dinamikusabb feladatokat végeztettem vele, erősítettünk, végtagra is, ez hirtelen mozdulatokra, hogy az asztali teniszből kifolyólag neki ugye ez nagyon fontos volt, arra figyeltünk, hogy közben a törzs stabilizációval is tudjon segíteni, és ugye minél hatékonyabb legyen az a bizonyos mozdulat az asztalnál a hirtelen kilépésekkel, a helyes technikát is tudja továbbfejleszteni aztán az edzőjével. A sportolók esetében minden esetben kihangsúlyozunk, hogy nagyon fontos az alapos bemelegítés, és legalább ennyire, ha nem fontosabb, a végén a nyújtás. Tehát nagyon fontos az, hogy lenyújtsuk az izmokat, mert ezzel tudjuk elkerülni az újrasérülésnek a lehetőségét, az esélyét. Nyilván egy parasportolónak szükségesek mindenféle korrekciós gyakorlatok alkalmasan a sérültségből adódóan. Nyilván nem úgy működik egy parasportoló teste, ahogy egy éptársai. Innentől kezdve azok a korrekciók, amik
amik esetleg szükségesek ahhoz, hogy a terhelés egyenletesebb legyen, vagy a két oldalt azonos módon terhelje, azok igen fontosak, és azt gondolom, hogy ebben rengeteget segíthet. Nem plusz teher, sőt, hát szeretjük, hogyha vannak sportolók persze, de hát azt meg, hogyha az olimpia kezdődik, vagy közeledik, akkor nem szeretnénk azért itt sok élsportolót látni, mert az azt jelenti, hogy akkor valami baj van. Talán már megszokták, adásunk vége felé játékunk következik. Előző kérdésünk helyes válasza és a nyertes neve a képernyőn olvasható. Péntek délig most azt írják meg nekünk, hogy Szabó Nikolett hányadik paralimpiájára készül. Nyertesünk jutalma a következő. Helyes megfejtőink között egy a Magyar Olimpiai Bizottság által felajánlott Magyarok az olimpiai játékokon 1896-2012 című kötetet sorsolunk ki. Jövő héten a londoni paralimpiai bajnok Pálos Péter egy edzésére látogatunk el. Remélem akkor is velem tartanak. Viszontlátásra! A riói sikereket a Magyar Olimpiai Csapat Platina fokozatú szponzora a Telekom támogatja. Telekom. Együtt. Veled. A műsorszám támogatója az új Audi A4.